Köszöntöm Önöket, a helyi értéket látják. A mai adás vendége kiváló példa arra, hogy soha ne adjuk fel az álmainkat. Legyen szó például arról, hogy lefutunk 90 kilométert. Köszöntöm a stúdióban Gulyás Erikát, a Budapest Sportiroda futó nagykövetét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, üdvözlöm a kedves nézőket! És egészen gyerekkorig ugrunk vissza. Óbudán töltötte ezt az időszakot. Hogyan emlékszik vissza rá? Igen, hát én Vácon születtem, de a szüleimmel Óbudán éltem. Egészen 2000-ig akkor költöztünk ide férjemmel és a legkisebb gyerekemmel a kerületben. Hát Óbudához elég sok minden köt, ugye elég hosszú időt töltöttem ott. A általános iskola, középiskolai éveket is ott töltöttem el. Nagyon érdekes volt az ön sporthoz való kötődése, ez lesz majd ugye a fő témánk. Tulajdonképpen egy ilyen hullámvölgyeket élt meg. Ugye eleinte kövér kislány volt, legalábbis ahogy ön itt nekem egy erőszetes szöveget átküldött, és abban megfogalmazott, és nem igazán jeleskedett a sportban, illetve a testnevelésben. Igen, hát ez valóban így volt, hogy egészen 11 pár éves koromig ténylegesen ez a kövér kislány voltam. Nem is nagyon szerettem mozogni, enni annál inkább, de bármilyen mozgást csináltam, én azonnal törtem kezem, lábamat, tehát ez inkább nem gyakoroltam ezeket a mozdulatokat. Igen, de ugye utána jött a középiskola, gimnázium, és itt tulajdonképpen történt valami nagy változás az ön életében, a sport tekintetében. Megfertőződött bizonyos sportágakkal. Igen, hát egész pontosan jó pár kiló lement rólam, ez egyrészt az intenzívebb mozgásnak is, illetve más jellegű táplálkozásnak is köszönhető, és hát folyamatosan így a középiskolai évek alatt elkezdtem ismerkedni különféle sportokkal, elsősorban ugye akkor tájt az aerobik és különböző, majd később a női tornákkal. De ezeket életmódszerűen folytatta, tehát rendszeresen eljárt? Ezeket abszolút rendszeresen, ezt követte a rendszeres jóga, illetve hát a futás, ami mindezeknek a levezetése, vagy úgy mondom, hogy inkább hogy a keresztedzés volt azokban az időkben. Mi volt ennek a hirtelen váltásnak az oka? Mi az, amit megtalált ezekben? Teljesen másképp éreztem magamat, tehát a saját bőrömben is, illetve hát a környezetem is ugye másképp reagált rám természetesen. Tehát egy fiatal lánynak, fiatal nőnek azért nem mindegy, hogy hány kiló plusz van rajta, vagy van-e egyáltalán rajta súlyfelesleg. Meg azért gondolom, az önbizalma is nőtt, nem? Másként is tudott mozogni és élni is. Természetesen, hát ez mindenképpen csak pozitív volt számomra. Azért beszéljünk arról is, hogy a tanulmányok hogy mentek önnek emellett? Azt kell mondjam, hogy jól, mert nem volt nagyon sok problémám a tanulással, meg voltak mindig a céljaim, hogy mi az, amit szeretnék elérni. Már a középiskola után is. A nyelvtanulás volt számomra az elsődleges, mert akkor még ugye az orosz nyelv az kötelező, volt mellette az angol nyelv. Ugye érettségi idejére a nyelvvizsgák is már megvoltak, és hát utána a főiskola és hát azt kell mondjam, hogy egy szokványos végül is. Milyen irányban tanult, milyen szakon? Külgazdasági közgazdászként végeztem. Ez volt az első diplomám, és a másik is kicsit ehhez fűződik, vagy kapcsolódik, ez pedig gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment. És ugye a sport továbbra is fontos volt, esetleg a igen. Környezetében sikerült már akkor valakit így bíztatnia, hogy tartson önnel ebben? Igen, állandó partnerem volt, nagyon jó barátnőm, akivel azt kell mondjam, hogy bármerre is dolgoztunk a későbbiekben a városban, ugye Budapesten, mindig valamelyik edzőteremben kötöttünk ki, tehát kinek melyik volt a munkahelyéhez közelebb, és hát az edzőteremben, a úszodában azért elég sok idő elment. Hát akkor még család nélkül más volt a helyzet természetesen. Igen, azonban ezt követően ugrunk egy kicsit, és akkor a család, család ugye férj, gyerekek, és hát itt sportélet végül is mondhatni, hogy természetes jó okokból megszakadt, vagy félbe maradt. Hát sajnos megszakadt, igen. Próbálkoztam többször is, de ugye mivel 3 gyermekem van, és nem nagy a korkülönbség közöttük, ezért nem volt nagy lehetőségem arra, hogy így a gyerekeim születése között sok időt töltsek a sporttal. Amit lehetett, azt természetesen próbáltam rászenni.
aztán végül is mégiscsak a lányának köszönheti, hogy visszatért, ugye 2011-et írunk, és itt történt egy nagyon fontos esemény, mi is volt ez pontosan? Igen, hát akkor már nagyon-nagyon szerettem volna újra kezdeni a futást, tehát olyan sportot, ami én mindig mindenkinek azt mondom, hogy a futás az az egyik legjobb sport, mert nincsen időhöz kötve. Tehát akkor megy el az ember futni, amikor erre tud egy kis időt szakítani. Ha valaki korán kelő, elmegy reggel 5 órakor, ha késő estig dolgozik, elmegy későn. Ez teljesen mindegy, hogy most télen, nyáron, hóban, fagyban, amikor az embernek erre van ideje. És hát ugye azt tudtam, hogy ez amit én is be tudtam kiktatni 3 gyerek mellett az életembe, de hát úgy alakult, hogy nem nagyon szeretett volna velem senki az ismeretségi körből eljönni futni. Ellenben a nagyobbik lányomat és az osztályát a tornatanáruk benevezte egy utcai futóversenyre, és hát a lányom vált elém, hogy hát én ugye futottam régen, elmennék-e vele. Mondtam, hogy hát lesznek ott 10 000 ezen a rendezvényen, de hát természetesen nagy örömmel mentem vele. Hát hozzátartozik, hogy kis ilyen belehaltam a 3,5 kilométerbe, hát hogy akkor már több mint 10 éve nem futottam, és azért ezt így nehéz volt visszahozni. De ez egy óriási nagy lökést adott. Azóta nincs megállás. De azon túl, hogy említett, hogy megvolt már a motiváció, kellett ez a fajta még erősebb lökés, vagy kizökkentés, hogy akkor rászánja magát, hogy na igen, és erre készülni kell, és ezért kell lejárni futni? Valószínű, hogy ez is kellett. Tehát ez az utolsó csepp lehetett az én poharamban, igen. Igen, az még hiányzott. Említette, hogy társat is keresett, ugye ez is embere válogatja, de valaki szeret inkább egyedül futni. Ön miért szeretne inkább társa? Nem mindig szeretek én sem társaságban futni, tehát vannak azért olyan időszakok, amikor kimondottan jól esik egy kicsit így az embernek magában lenni és elgondolkozni. De nagyon sokan, főleg akik egyéni edzésterv alapján készülnek valamilyen távra, akkor ők ugye hát egyedül futnak, mert ott arra nincsen akkor lehetőség, hogy a másikra figyeljen az ember, vagy tehát ott a saját terv szerint a saját tempóját kell futni. Erre a bizonyos versenyre mennyire sikerül tudatosan készülni? Mennyire tudta felépíteni a edzéstervet rá? A legelső? Igen, erre a bizonyos említett futásra. Hát erre nem nagyon volt idő. Ha jól emlékszem, egy bő hetem, vagy még annyi sem volt rá. Ez egy ilyen nagyon-nagyon hirtelen jött ötlet volt, és a két lányommal mentem el. Talán kétszer voltunk előtte futni, tehát ez nekem egy nagy kihívás volt, hogy akkor én most ezt hogy fogom tudni megoldani. De ugye sikerült teljesítenie, és ez adott egyfajta ilyen extra motivációt önnek, hogy ezt folytatni kell akkor innentől kezdve? Lényegében igen, mert úgy voltam vele, hogy hát tudtam én ezt sokkal jobban is, jó pár évvel azt megelőzően, és hát ezért természetesen egy motiváció volt, hogy van ilyen verseny fél évvel később is. Ezért ugye akkor már ténylegesen, hát akkor jött, amit az előbb ön említett, hogy akkor már edzésterv szerűen, tehát tervszerűen azt mondom, felkészülni a következő versenyre, és akkor azt már ugye jobb idő eredménnyel teljesíteni, és hát ez meg is történt. És nem egészen egy évvel később ugye egy kedves társával, Németh Zoltánnal egy nagy projektbe vágtak bele, mi volt ez pontosan? Igen, a Budapest Sportirodának van egy projektje, futó nagykövetek, hát toboroztak már 5 évvel ezelőtt is, és egy kilométergyűjtéssel kapcsolatban olvastam erről egy pár sort. Egy pályázati anyagot kellett kitöltenünk, ezt beadni, és hát sikerült elnyernünk ezt a futó nagyköveti címet. És így 5 évvel ezelőtt, így pont ugye ennek a csapatnak most van az 5. születésnapja, elindult a Fussunk Együtt Rákos Mentén kis csoport, ez a kezdeményezés. De ennek következtében indult el, hogy ön megválasztották, és ezután hozta létre? Igen, ez így működött pontosan. És mivel jár ez a feladat, vagy tudta, hogy mit kell csinálni, egy futó nagykövetként az elején? Hát igen, tehát vannak bizonyos, úgy mondom, hogy elvárások a sportiroda felől. Tehát ugye egyrészt az, hogy közösségépítés, és hát ugye ehhez kellett egy csapat, aminek ezt a nevet adtuk.
Ez, azt mondom, hogy ez a leginkább, vagy a legelső feladat, hogy toborozni az embereket. Most már azért az elmúlt időszakban erre nincsen szükség, mert elég sokan is vagyunk a csoportban, illetve hát ismerettség szájról szájra terjed, hogy van egy ilyen kis csapat itt a kerületben. De gondolom az elején ez nem volt annyira egyszerű. Menjen és hogyan indultak el? Ez abszolút nem volt egyszerű, hiszen mind a ketten abszolút amatőr futók voltunk, és vagyunk is. Tehát nekem meg még annyi kötődésem sem volt akkor tájt a kerülethez, mint a futónagykövettársamnak. Tehát igazából a gyerekeinken keresztül és a barátokon keresztül tudtunk bármit is elindítani. Négyen voltunk az első közös futáson, plusz aki fotózott és dokumentálta ezt a futást. És hát innen szépen lassacskán azért most már így bővült a létszámunk. Itt azért nagy részt önhöz hasonlóan anyukákról beszélünk. Nehéz volt őket meggyőzni? Először igen, először nehéz volt, de amikor rájöttek az anyukák is, hogy tényleg ezt az egy-másfél órát mondjuk egy hétköznap ugye elviszi óvodába, bölcsödébe, iskolába a gyerekeket, és ezt a kis időt magára tudja szánni, és hát ezeket úgy kell elképzelni, vagy hát eleinte ilyen futások voltak, hogy ezek ilyen beszélgetős, tehát nem egy ilyen gyors tempójú, nem hosszú távok, rövid táv beszélgetés. És pontosan ezért volt talán jó, és ezért motivált több gyerekes anyukát is, hiszen egy kicsit akkor magával tudott foglalkozni, és a saját problémáiról is tudott beszélni. Ez mondjuk azóta is így van, csak a szereplők változnak. Igen, hiszen nagyon komoly létszámra bővült most már, ugye, a közösség? Igen, hát van egy Facebook csoportunk, ugye hát ez nem releváns, hogy ott hány tag van, mert ugye nagyon sokan csak a háttérből figyelik az eseményeket, és nem jönnek velünk futni, de azért képen vannak, tehát tudják, hogy mit csinál a csoport. De én azt mondom, hogy egy olyan 40-50 fő az, akik rendszeresen eljárnak versenyekre, nagyon sokan a közös futásainkon is ott vannak. Itt elsődleges akkor a közösség és a mozgás öröme? Igen, igen. Egy nagyon jó baráti társaság is alakult ki így az évek során. Ez külön öröm számomra. Hát én nem is gondoltam, hogy idáig és ilyen előnyökkel is jár ez az egész. Ugye ebben a bizonyos Facebookos csoportban rendszeresen szerveznek futásokat itt a Merzsemocsárnál, és ezeket hogy kell elképzelni? Igen, általában vasárnap szoktunk legtöbben ráérni egy hosszabb futásra, és ilyenkor szoktunk a Merzsemocsárhoz kimenni. Hát ezek közösségi futások, több kör vagy több kijelölt pályánk van, kimért pályánk van. Itt a 3,6 kilométertől, ha valaki szeretne, akár a maratoni távig is futhat. Általában a 10 és 21 kilométer közötti távokat szoktuk így együtt hétvégenként megtenni. Attól függően, hogy hányan vagyunk, hogy kik jönnek éppen ki, milyen tempót futnak, ketten, hárman általában így összeállva egy azonos tempóban futnak. A összekötő út és az Agyakhegyi dűlő kereszteződésétől szoktunk elindulni, a Madárlesnél, amikor olyan az időjárása, általában a madarakat megetetjük, ott van egy nagyon pici kis pihenőnk, és megyünk kifele a repülőtér kerítése mellett egészen a nullásig és vissza. De nem minden esetben, nem minden hétvégén ezt kell elképzelni, attól függ, hogy milyen versenyre készülünk, és hogy kik vannak én épp azon az adott futáson. És nyugodtan biztassuk az embereket, hogy minél többen fussanak itt, hiszen a környezet az gyönyörű, de ezzel mégis kevesen választják, ugye, a Merzsét, mint futó célpont, vagy futó helyszín. Nem is kevesen vannak, akik nem szeretik a terepet. Ugye a Merzsének megvan a gyönyörűsége mellett az a sajátossága, hogy vagy saras éppen, vagy homokos, vagy nagyon meleg van, vagy ugye nagyon hideg van, szeles esetleg, és akik ezt nem nagyon szeretik, a patakparton szoktak futni. Természetesen ugye ez a hétköznapokra is igaz, mert hétköznap is többen kimegyünk a Merzsére, kinek mikor a munkarendje egyéb beosztása engedi,
aki ugye este tud csak elmenni futni, van egy ilyen kis csapat is így a csoporton belül, ők a Rákospatak partján szoktak futni, ugye ez egy kivilágított aszfaltút, és ott biztonsággal késő esti órákban is lehet futni. De azért ennek van egy olyan része is, hogy ön szerető egyéniben és hát komoly a megméretetéseken is részt venni, ugye itt a bevezetőben említettem ezt a 90 kilométeres távot is. Ezekre hogyan lehet felkészülni? Hát ezekre is együtt készülünk, mert ugyan egyéniben van a futás, de többen mentünk most legutóbb is erre a versenyre. Ez egy a Budapest Sportirodának egy 4 napos versenye volt, amiből 2 napot voltunk mi a Balatonon, és a fél Balatont 2 nap alatt futottuk le többen, így a csoportból, mindenki egyéniben. És hát erre, bocsánat, hát erre a készülés is úgy történt, hogy volt, aki a saját edzésterve alapján, és voltunk páran, akik pedig együtt és folyamatosan hónapokon keresztül erre készültünk. Ön a készülés során milyen szempontokat tart szem előtt elsődlegesen? Tehát mondjuk próbálja fokozatosan növelni a távokat? Hát egyrészt a távokat is, tehát mindenképpen ugye hétvégékre esnek általában a hosszú futások. Itt a lényeg az volt ennél a versenynél, hogy ugye 2 nap alatt kellett a 93 kilométert lefutni. Az első nap közel 43, a másik pedig ugye majdnem 50 kilométert. Tehát a felkészülés során is ezt próbáltuk valahogy imitálni, hogy 2 egymás követő napon egyre nagyobb terhelést kapjunk. És hát ugye a hétköznapokban pedig a rövidebb és akár intenzívebb edzések. Ezeken a távokon nyilván lehetnek lélektani mélypontok, ezeken hogyan lehet átlendülni? Hát vannak is természetesen. Mindenkinek máshol van, és mindenki máshogy tud ezen túl lenni. Van, aki zenét hallgat közben, és esetleg az segít neki, hogyha valaki párban fut, akkor ugye ott akivel futunk, az is nagyon sokat segíthet, hogyha egymást húzza a két ember. Én nekem ez például egy nagyon nagy segítség. Lehet, hogy furcsa lesz a kérdés, de hogyan lehet jól futni? Tehát milyen jó futás titka, nem is tudom, szóval, hogy hogyan legyen neki az ember, hogyha valakinek most tudna tanácsot adni. Nem tudom, ez igazából szerintem mindenkinél egyéni, hogy jó, hogy mi a számára jó. Ugye az, hogy egyenletesen normálisan kap levegőt, az ugye egy alap dolog, tehát ez már beletartozik abba, hogy a jó futás ismérve. Az, hogy nem trappol, nem csúszatolja a lábát valaki, hogy nem teljes talpra érkezik. Tehát ez nagyon-nagyon sok összetevője van ennek a jó futásnak. Valaki lassan is futhat jól, tehát itt igazából ezt így nem tudom meghatározni. Nem szokott tanácsokat adni, amikor egy csoportba futnak együtt is, kérdeznek öntől, vagy szoktak önhöz fordulni ilyen közösségi futásoknál? Szoktak, igen, akik mondjuk most kezdik a futást, vagy újra kezdik esetleg, de hát ez egy nagyon érdekes csoport, mert a kezdőtől, újrakezdőtől, egészen az Ironman, többszörös Ironman teljesítőig, többszörös maratonistákig vagyunk a csoportban. Tehát vannak olyanok, akikhez én tudok fordulni, hiszen én a hobbi futóként nem rendelkezem olyan jellegű tapasztalattal, mint mondjuk egy többszörös Ironman teljesítő futótársam. Hát szerintem azért olyan sokkal több, mint egy hobbi futó, elképesztő teljesítmények vannak a háta mögött. Hova tovább még? Hát van egy-két tervem még, ezt majd meglátjuk, hogy egészségileg, illetve hát ez elsősorban ugye fizikailag, meg természetesen időben, hogy fogom tudni. Igen, időben. Ezt is szerettem volna még kérdezni, hogy nyilván 80 éves ember is futhat, de hogy meddig szeretne még? Ameddig a teste bírja? Igen, tehát ebben szoktunk így páran viccelődni így a futótársnőimmel, hogy hát lehet, hogy majd a járókerettel, de tehát 60-70 évesen is. Jó lenne, ha ki tudnánk menni, és ha nem is nagy tempót futni, de legalább mozogni. És hát valamilyen szinten azért jó lenne egészségesnek lenni természetesen.
De azért az is fontos, nem, hogy az ember ismerje a határait, tehát ne hajszolja túl magát, vagy ön hajlamos rá, hogy már amikor érzi, még akkor is beletesz, nem tudom, még egy kilométert? Erre úgy gondolom, hogy mindenki hajlamos, és én is. Én a saját káromon megtanultam már így az utóbbi pár évben, hogy azért ezt nem szabad csinálni. Az elmúlt két hétvége is azt mutatta, hogy nagyon a határaimon táncoltam már most is. Tehát ezt tényleg azért az ember észre kell, hogy csinálja. Egyrészt nagyon-nagyon könnyen lesérül valaki, tehát nem is érzi futás közben. Pont ez, amit most említett, hogy igen, akkor még egy kilométer, és akkor még egy kicsit megnyomjuk, még egy kicsit gyorsabban, akkor nem is érzem. Aztán utána jönnek a bajok és a problémák. És hát ugye egyrészt a maga a sérülés sem egy kellemes dolog, másrészt ugye, ha valamire készül az ember, és ki kell hagyni a több hetet emiatt, akkor ez azonban egy nagyon-nagyon komoly probléma lehet. Az, amit elért, és ott, ahol ez a csoport most tart, ilyen elképesztő létszámmal, és most már gyakorlatilag öntől függetlenül is járnak futni, ez büszkeséggel tölti el, hogy ennyi embert sikerült motiválnia? Igen, ez egy nagyon-nagyon jó érzés. Én ezt nem gondoltam volna tényleg, amikor Zolival ezt elkezdtük, akkor, hát nem azt mondom, hogy szkeptikusak voltunk, de tehát nem volt egy ilyen cél előttünk, hogy most, tudom én, 50-60-100 akárhány fővel, és akkor most egy ilyen nagy futó csapat. Igazából csak az, hogy legyünk többen, menjünk együtt versenyekre, érezzük jól magunkat. Hát ehhez képest ezek így megvannak szerencsére, és hát nagyon-nagyon sok pozitívumot ad az egész. Azért örülne, hogyha még bővülne a létszám? Biztos, hogy az is nagy öröm, de van egy létszám, ami még kezelhető. És azon felül már nem biztos, hogy... Tehát én úgy gondolom, hogy amíg mindenkivel tudok személyes kapcsolatot létesíteni, és tudom kezelni mindenkinek a kérdéseit, a problémáit, bármi egyébet a hétköznapokban, addig jó. Tehát nem sokkal több ember az, aki még kezelhető, ha bővül is. Ami természetesen jó, csak egyedül ezt már így nehéz kezelni egy idő után. Nagyon sok embert sikerült meggyőzni arról, hogy a futás az jó, a gyerekeivel mi a helyzet, ők szoktak futni? Ez egy érdekes kérdés, igen. Eleinte még mind a hármójukat egy kicsit rá tudtam venni. A fiam, ő elég sokszor jött velem futni, az utóbbi időben már nem. A kisebbik lányom csak, ha nagyon-nagyon muszáj. És a nagyobbik lányom az, akinél pont hozzám hasonlóan egy ilyen kis hullámzás látható. Egy darabig jött, aztán úgy gondolta, hogy ez mégsem neki való, és az utóbbi időben megint csak szívesebben és egy keresztedzésként el szokott járni futni. Vele elég sok versenyen indultunk már így együtt párban is. Ezt jó hallani. Akkor zárásként még beszéljünk arról, amit már így részben említettünk, hogy milyen versenyekre készül most a közeljövőben. Ami most így az első fél év legnagyobb kihívása, az Ultra Balaton. Ez a Balaton körbe futása 220 km, és két futótársnőmmel tervezzük ezt körbefutni. Tavaly szintén velük körbefutottuk már a Balatont két évvel ezelőtt négyen. Ezt úgy kell elképzelni, hogy non-stop és egymás váltva futunk, és teljesítjük a 220 kilométert. Van egy kísérünk, sofőrünk, aki egyik váltópontról a másikra szállít minket, és ugye amíg egyikünk fut, a másik kettő tud valamennyit kicsit pihenni, relaxálni. Hát én sikeres felkészülést kívánok, gratulálok az elért eredményekhez, és hát csak így tovább, hiszen futni jó. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen én is a meghívást és a lehetőséget. Önöknek pedig a figyelmüket köszönöm meg, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!